Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök július 4-én hétfő este a Tatai Körzeti Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk a mai adásunkban is! 17 hálaszív került fel a vértessomlói kegyhely falára. Sikeresen zajlott Tata új művészeti fesztiválja. Kerti partit szervezett a Környei tónál a Tatabányai Nyugdíjas Klub. Főszerepben a Káposzta, második Káposzta Fesztivál Alsógallán. A hajós kanszent adott otthont az idei Neszmély hídverő napoknak. A környékbeli településekről is érkeztek az idei vértessomlói Sarlós Boldogasszony búcsúra. A Szent Mise után a templomban 17 megszentelt hálaszívet helyeztek el, amelyeket a született gyermekek szülei kérésére készített az egyházmegye a gyermek nevével és születési dátumával. A zarándoklás üzenete, hogy merjük magunk mögött hagyni a hétköznapokat, lépjünk ki a komfortzónából és induljunk el egy ismeretlen úton, amely közelebb visz önmagunkhoz, embertársainkhoz és a természethez. Az év minden szakában sokan keresik fel a vértessomlói kegyhelyet. Az idei búcsúra a kánikula ellenére minden eddiginél többen érkeztek. Nagyon nagy ünnepet, mint a létszámból, a hangulatból és ebből a áhítatból lehetett ezt erről tanúbizonyságot szerezni, hiszen Vértessomló ugye köztudottan országos búcsújáróhely, zarándokhely, és hát ezt nagyon nagy tisztelettel kell övezni, ápolni és ünnepelni. A Szent Mise során az újonnan felkerülő 17 szívet áldotta meg Spányi Kantal megyei püspök. Több száz éves hagyománya van ennek a búcsúnak, a németek 1733-as ide telepítése, Eszterházi kegyúri templom és a körülötte lévő kialakult nagyon erős vallási közösség érzi és érti és megéli a hagyományait, és szép azt látni, hogy minden esztendőben a megye minden tájáról, tehát tényleg más egyházmegyékhez tartozó közösségek, katolikus közösségek képviselői is itt vannak, és együtt imádkoznak a magyar családokért, és azért különösen kedves, mert püspök úrral és a helyi katolikus egyházközség vezetőivel néhány esztendeje gondolkodunk már azon. Püspök úrnak nagy, spányi püspök úrnak nagy elszántsága a családok, zarándok útvonalának a kialakítása az egyházmegyéje területén. Ugye sok fontos fejlesztés zajlott, de mindkettőnk közös gondolkodása elindult arra az irány, abba az irányba, hogy Vértessomlón a kegyhely és az zarándok hely fejlesztést kapjon. Ez az egyházmegye gondozásában zajló fejlesztés, úgyhogy az első ütemét, az első támogatási forrást meg is kapta már az egyházközség, és dolgoznak azon, hogy meg is szépüljön a zarándokokat váró plac, és legyen egy igazi zarándokhely hangulata a kápolna környezetének és egyébként a faluban lévő plébániának. Az első attrakció, ha szabad így fogalmazni, ez a sátor, amit már ennek a fejlesztésnek köszönhetően vettek meg. Ugye nem mindig csak kő és tégla, ami fontos egy fejlesztésben, ez a sátor fogja szolgálni a későbbiekben már saját sátrukként a búcsúi szentmisének az alkalmait, és azon, hogy ez is fontos, de ahogy a terveket látom, és ahogy a somlóiak elszántságát, kitartását és precizitását ismerem, úgy a beruházás minden egyes részében a megkapott forrás leghatékonyabb felhasználását fogják produkálni. Zene, színház, képzőművészet. Ezt a három művészeti ágat fogja össze a Tatai Tóp Art Fesztivál. A tavalyi Tóp Art 21 szabadtéri kiállítás adta az inspirációt a szervezőknek. A helyi alkotók, mesterek és tanítványok kaptak bemutatkozási lehetőséget, emellett utcaszínházzal és utcazenével is bővült a repertoár. Egyszerre hihetetlen és egyszerre meghökkentő.
óriás bábok sétáltak az öreg tó partján. Valljuk be, azért ez nem hétköznapi, viszont aki tudta, hogy Top Art Fesztivált szerveztek Tatán, annak nem volt meglepő. Háromféle művészeti ág van, ami ebbe a programba megmutatkozik. Amit itt láttatok, az utcaszínházi rész, tehát ez egy színházi rész. Picit arrébb van a képzőművészet, és délután este fele lesz a koncert, tehát ez a zene, ami megjelenik. Tehát nagyon sokféle fesztivál van Tatán. Ugye vannak nagy fesztiválok, belépőjegyes fesztiválok, van népművészeti fesztivál, ez egy ingyenes fesztivál, és egészen visszanyúlunk a vásári mulatozás hagyományáig. Tehát van itt hopmester, van itt komédia dell'arte, van itt népmese, tehát mindenféle, amivel csak igazából mindenkit nagy szeretettel és nagy szívvel nyitott kapukkal várunk. Tata és környéke méltán híres arról, hogy több olyan fesztivállal és programmal tud a nagy közönség elé állni, amelyek helyi és kistérségi vonzás erejükön túl országos, sőt nemzetközi hatókörre rendelkeznek. Az egyik ilyen a Top Art Fesztivál. Top Art Fesztiválnak a gondolata onnan indult ki, hogy még a tavalyi esztendőben Lévai Ádám, a mecénás alapítványunk kuratóriumi elnöke és Mező Eszter kezdeményezték, hogy a koronavírus után egy kicsit a művészet kiszabaduljon, és egy szabadtéri kiállítást szerveztek itt a tóparton. És tulajdonképpen ezt a gondolatot folytattuk mi tovább akkor Lévai Ádámmal és a szervezőtársaink, a Prodotis Egyesülettel, akik a fő szervezői koordinátorai ennek a mai rendezvénynek, illetve a Peron Tehetségközponttal és a Talentum iskolával, hogy akkor hozzunk ide ki más művészeti ágakat is. És tulajdonképpen így született meg a gondolat, hogy az utcaszínház is jelenjen meg itt, és utcazene is. Így aztán ma mindezekből a művészeti ágakból részesülhetnek azok, akik idejönnek. Természetesen a tavalyi programelem is itt van, tehát azt a Lévai Ádámék által művész simogatónak nevezett találkozási lehetőséget is megteremtettük, amikor az alkotókkal, festészekkel, fotósokkal találkozhatnak az érdeklődők, beszélgethetnek velük, és egy kicsit betekintést nyerhetnek az alkotás folyamatába. Erre ad lehetőséget az is, hogy a Talentum iskolának a növendékei is itt vannak, úgyhogy tulajdonképpen egy ilyen összművészeti jellegű rendezvényt szerettünk volna itt létrehozni, és bízunk abban, hogy sokak érdeklődésére számot tarthat majd, és reméljük, hogy lesz folytatás is. A KPVDS Művelődési Ház munkatársai kiemelten fontosnak tartják, hogy az intézményükben jelenlévő közösségek jó kapcsolatot ápoljanak. A közösségi élet nem csak az intézmény falai között működik, amikor lehetőség van rá, szabadtére is szerveznek közös programokat. Legutóbb a Környei tónál piknikeztek együtt. Jó társaság, jó hangulat, jó idő. A területi nyugdíjas klub a KPVDS munkatársaival, valamint a diák önkormányzat tagjaival karöltve egy kellemes napot töltött el a Környei tó partján. A nyugdíjas közösségeink, az önkéntesek és az ott élők velünk szeretik a szabadtéri lehetőségeket, és ez közel van, környe nagyon közel van Tatabányához. Úgy gondolták, hogy akkor most a meleg ellenére, mert hogy 40 fok volt reggel, amikor mi ide kiköltöztünk a Környei tópartjára, jöjjünk ki, és akkor legyen egy kis szabadtéri program. Mindenkinek csak javasolni tudom, aki a panelekben lakik, hogy ha kijön egy tópartra, akkor élvezni fogja azt, hogy itt van egy kis hűs, a jó hangulat, a közösségi élet, a nyüzsgés, a pesgés, a jó beszélgetések, ezek úgy megkönnyítik a meleg napoknak a nehezebbik részét. A KPVDS Művelődési Ház, mint közintézmény, mint kulturális szolgáltató intézmény nagyon fontosnak tartja, hogy együtt él az ott működő közösségekkel. Nagyon sokszor csatlakozunk az intézmény részéről is, tehát a kollégák részéről is, mert hogy a jó kapcsolat és a napi kapcsolat megvan, és ez elengedhetetlen, hogy mi részt vegyünk, és együtt éljünk velük. Meghívásra eljöttünk, úgyhogy mi is itt a nagy meleg ellenére azért jól érezzük magunkat. A résztvevőket a kánikula sem tántorította el a közös piknikezéstől. Az időseknél nem számít az, hogy hőség. Ha kedvük van, akkor mindent csinálnak, táncolnak, énekelnek, kirándulnak, és élvezik ezeket a közös programokat. A klubtagok kívánsága volt, az éves programokban szerepelt ez, hogy nem mindig az intézmények falain belül, hanem egy kültéri programunk legyen. És már hagyomány nálunk, hogy Komárom-Esztergom megye utazói vagyunk, voltunk Majkon, voltunk Bodajkon, és itt sorba megyünk a híres falukon, és akkor itt kitelepülünk. És ezt igénylik a klubtagok, hogy egy kötetlen, szabad beszélgetéses, szalonnasütéses programunk legyen.
Bár nem tudott mindenki részt venni a programon, de így is több mint 30-an látogattak el a kerti partira, ahol a diák önkormányzat is képviseltette magát. A diák önkormányzat az rendszeresen részt vesz minden rendezvényünkön. Nagyon aranyosak, nagyon szeretjük őket. Igazán nem készültünk programmal, csak azért jöttünk ki, hogy jól érezzük magunkat, mert nagyon jó idő van, itt kellemes szellőlengedez, a tóparton mindig jobb idő van, mint benne a panelba, az ember csak izzad, de jogáztunk egy kicsit az egyik klubtagunk irányításával, kellemesen töltjük az időt. Nagyon jó ötlet volt ez a kirándulás. Káposzta fesztivál tartottak Alsógallán. A József Attila Művelődési Házban a helyi és környékbeli dalkör tagjai ültek össze a sváb hagyomány életben tartása miatt. A káposzta ugyanis meghatározó szerepet játszik az ide települt svábok életében. Ennek miértjéről stábunknak meséltek az alsógallaiak. Ha becsukott szemmel érkeztünk volna az Alsógallai Művelődési Házba, akkor is megmondtuk volna, hogy itt bizony káposztás rétes készült. És nem is csalt volna a szimatunk, hiszen a második káposzta fesztiválnak adott otthont a József Attila Művelődési Ház. Ugyan stábunk nem, de a helyi és környékbeli dalkörök a kóstolás mellett kvízjátékban is részt vettek. Mai nap egy káposzta fesztivál, ami egy hagyományos rendezvény Alsógallának. Ennek a rendezvénynek lehetünk tanúi, ami ki lett egészítve tulajdonképpen más jellegzetes sváb olyan hagyománnyal, illetve egy tiszteletadásnak, ami ugye a Schachtelre, a Dunamenti svábok lehajózásának az emlékének tiszteleg, és nem utolsó sorban kórus találkozó is zajlik, hiszen az Alsógallai Német Nemzetiségi Dalkör immáron 30 éves lett. Azért azt még mindenképpen el szeretném mondani, hogy egy sokkal nagyobb volumenű rendezvényt terveztünk, vagy fogunk tervezni, mint ez a mostani, mert majd az Alsógallai réten kívánjuk ezt jövőre megvalósítani, ezt az egész Krautschachtel fesztivált, hogy ilyen szép németesen mondjam, remélem jól sikerült kimondanom, és tulajdonképpen a Gallapatakon fogják leúsztatni gyerekek vagy felnőttek a saját maguk által készített kis deregjéket. A mai nap folyamán a Várgesztesi, Tarjáni, Felsőgallai, nem utolsó sorban a 30 éves Alsógallai dalkör fog énekelni, fellépnek még ez mellett hagyományos német nemzetiségi csoportok, fogynak a káposztás ételek, folyamatosan kínáljuk a káposztás rétest, a káposztás pogácsát, a töltött káposzta lesz a vacsorára, és hát természetesen nem fog elmaradni az esti svábbár sem. Kézműves foglalkozás, kirakodóvásár, ugrálóvár, koncertek, színes programok várták a 27. hídverő napokra az érdeklődőket. A kétnapos fesztiválon közismert előadók és helyi csoportok is felléptek. Az egyik közösség kedvenc a település Zumba együttese volt, akik mindkét nap bemutatták produkciójukat a kilátogatóknak. Talán sokan emlékeznek arra több mint egy évvel ezelőtti időszakra, amikor világhódító útjára indult egy tánckihívás. Azóta különböző közösségeket buzított örömtáncra. Így volt ezzel a Neszmély Zumba csoport is, akik úgy érezték, szeretnék megmutatni tudásukat a közönségnek, és azt, hogy milyen felszabadító boldogság a tánc. Produkciójukat a hídverő napokon is bemutatták, amely osztatlan sikert aratott. 10 éve zumbázom Neszmélyen, töretlenül, 10 év alatt egyszer sem álltunk meg, pedig kétszer szültem is közben, de az se volt akadálya. A zumba az ugye az aerobiknak és a latin táncnak a ötvözete. Én eléggé a latin stílust kedvelem, azokban táncolunk többet, azért természetesen a mai korzenét is próbáljuk belevinni a fellépéseinkbe. Éppen nem volt itt mindenki, körülbelül olyan 20 fős a csapat. Fellépni nem mindenki szeret. A mag volt itt, aki szereti megmutatni magát. Természetesen lehet hozzánk csatlakozni, hetente kétszer vagyunk itt, Neszmélyen, szerda este és vasárnap délelőtt. Tegnap is felléptünk, nem teljesen ez volt, talán az első és az utolsó szám volt ugyanaz, a többit pedig változtattunk.
Bajkösség önkormányzata értesíti az ügyfeleket, hogy a Tatai Járási Hivatal illetékességi területén 2022. július hónapban mobilizált ügyfélszolgálat működik. A kormányablakbusz ügyintézői július 7-én csütörtökön 8:30 és 9:30 között várják az ügyfeleket okmányirodai, valamint kormányablakban indítható ügyekben. A helyszínen díjak és illetékek kiegyenlítésére bankkártyás fizetési lehetőség is biztosított. Sok szeretettel vár minden kedves érdeklődőt Környékösség július 8-a és 10-e között a Nemzetiségi és Sörfesztivál elnevezésű programján. A rendezvényen a különleges italok mellett zenés és kulturális műsorok és kézműves standok is várják az érdeklődőket. Az esemény ingyenesen látogatható. Következzenek hétfő esti híreink, még egyszer röviden. 17 hálaszív került fel a vértessomlói kegyhely falára. Sikeresen zajlott Tata új művészeti fesztiválja. Kerti partit szervezett a Környei tónál a Tatabányai Nyugdíjas Klub. Főszerepben a Káposzta, második Káposzta Fesztivál Alsógallán. A hajós kanszent adott otthont az idei Neszmély hídverő napoknak. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök július 4-én hétfő este a Tatai Körzeti Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen hírháttér műsorunk következik. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is, a viszontlátásra!